Ott álltak Bragában az Európa Liga továbbjutás kapujában, de elbukták, miként azóta a svájci kupa fináléja előtt is elbotlott az FC Sion, így az utóbbi sorozatot már nem nyerheti meg negyedszer is a csapat 79-szeres válogatott védője, Vancák Vilmos, aki trófa nélkül búcsúzik, miután nyártól hazaigazol majd. Hát vele beszélgetünk itt a tavasz előtt, a tavasz közben. Szia Vili, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ennyi cím ellenére ez egy nagy csalódás volt számodra, ez a Zürich elleni kupa elődöntő? Hát egy nagyon nagy csalódás. Szerettem volna egy kupával búcsúzni a klubcsapatomtól, de hát sajnos így alakult, úgyhogy az Európa Ligában is kiestünk, úgyhogy sajnos ez az utóbbi időszak egy kicsit negatív periódus volt. Na most ugye a négyszeres kupagyőzelem az klubrekord is lett volna, és ezek szerint akkor korán sem lett volna neked lényegtelen így a hazatérés a búcsú előtt, igaz? Így van, szerettem volna bekerülni, azt hiszem, hogy négyen vagy hárman vannak a klub történetében, akik négy kupagyőzelemmel rendelkeznek, úgyhogy nagyon jó lett volna bekerülni ebbe az illusztris társaságba, de hát sajnos hárommal be kell érnem. Nem rossz azért az sem. Egyébként miért maradt el most a siker? Túlságosan biztosak voltatok a továbbjutásban? Egyrészt 10 sérültünk és elindultunk volt, tehát azért itt az elmúlt meccsek, az Európa Liga meccsek, a bajnokságban is nagyon sok mérkőzésünk volt, úgyhogy az megviselték most a csapatot. És sajnos erre a mérkőzésre tényleg nagyon fiatal társasággal kellett kiállnunk, úgyhogy sajnos igaz, hogy otthon játszottunk, de hát sajnos ezt nem sikerült megnyernünk ezt a mérkőzést. Ugye a bajnokságban negyedik helyen áll a csapat, ez a pozíció, ez úgy megfelel az előzetes terveknek, meg az erőviszonyoknak? Én azt gondolom, hogy igen, tehát ezt a negyedik helyet azért jó lenne megőrizni. Úgyhogy most már ez az egyetlen cél, ami megmaradt nekünk, hogy ezt a negyedik pozíciót ezt megőrizzük. Vili, próbáljuk meg az almát a körtével összehasonlítani. Tehát milyen erős ez a Sion, hogyha áthelyezzük a magyar NB1-be? Magyarországon alig, ha nem ti lennétek a bajnokok? Hát én azt gondolom, hogy azért a bajnoki címre esélyes csapat lenne. Tehát azért az Európa Ligában is azért sokan leírtak minket, és azért egy Liverpool, egy Bordeaux, egy Rubin Kazán csoportból azért tovább tudtunk jutni. Úgyhogy sokan nem adtak nekünk esélyt. Azt gondolom, hogy jó csapatunk van, jó játékosokból áll, úgyhogy azért biztos, hogy a bajnoki címért lennénk versenyben Magyarországon. Na most, ahogy az Európa Ligára utaltál, én is mondtam az elején, itt a 16 közé jutásért nem sokon múlott. Te biztos voltál benne? Nagyon arra számítottál, hogy a Bragán túlléptek, főként az ilyen illusztris előzmények után? Bizakodtunk. Nem tartottuk legyőzhetetlen csapatnak a Brágát, sajnos az első mérkőzésen ott kikaptunk hazai pályán, úgyhogy a második mérkőzésen pedig hát egy kis bírói segédlet, azt lehet mondani, a Brágát segítették, de azt mondani, hogy emelt fővel búcsúztunk az Európa Ligától. Veled elégedett volt az edződ? Nem a védelmen múlt? Elégedett volt, tehát a mérkőzés után is igazából pozitívan állt a dolgokhoz, és azt mondta, hogy mindent megpróbáltunk. Tényleg idegenben is a győzelemre játszottunk, úgyhogy hát tényleg csak egy hajszálon múlott. Most, hogy eljött és közeledik a búcsú ideje, összességében hogyan értékeled a svájci éveket? Hozzátéve azt, hogy mi van, vagy mi lett volna, ha nincs az a sérülés 2014-ben? Én pozitívan értékelem, úgyhogy nagyon jó szezonokat tudok magam mögött. Ugye volt olyan szezonom, amikor 9 gólt sikerült szereznem, úgyhogy a legjobb szezonom volt. Végig ugye a labdarúgó válogatottba is ugye be tudtam kerülni innen a klubcsapatomból, folyamatosan játék lehetőséget kaptam, úgyhogy hát ez az egyetlen egy sérülésem volt, ami 2 hónapos sérülésem volt, hál' Istennek. Úgyhogy ilyen szempontból is az Istennek ezt a 9 évet ezt sérülésmentesen letudtam. És mit tudsz egyébként mondani vagy tanácsolni a fiataloknak, hiszen te egy olyan magyar légiós labdarúgó vagy, aki megtalálta a számításait, tehát megtalálta azt a közeget, azt a bajnokságot, azt a csapatot, ahol ki tudott teljesedni, ahol sokat tudott játszani, és ahonnan folyamatosan válogatott tudott lenni. Mi a kulcsa ennek igazából, hogy a feladat meg az ember, azok eltalálják, megtalálják egymást, és ne csúszanak félre, ami gyakran elő szokott fordulni?
Gyakran, ez biztos. Nekem szerencsém volt, hál' Istennek a kezdetektől élt a bizalom irányomban, úgyhogy én nem is akartam utána, az első két év után nem is akartam váltani, tehát én azt tűztem ki magam elé célként, hogy minél többet a Sionban, minél több évet el tudjak tölteni. Úgyhogy ezért igazából feláldoztam mindent, úgyhogy de azt gondolom, hogy megérte. Melyek azok a tulajdonságok szerinted, ha csak magadra gondolsz, amelyek alkalmasát tettek arra, hogy megragadjál ott, élvezd ezt a bizalmat, mert ez nem arcra jár ez a bizalom, hanem teljesítménynek kell lenni mögötte. Én azt gondolom, hogy én szeretek dolgozni, tehát mindig is mondtam, hogy én nem vagyok egy pengés játékos, úgyhogy igazából tudom az erényeimet, és azokat hangsúlyoztam ki mindig folyamatosan, úgyhogy az edzőim azok mindig számíthattak rám, én is a hétköznapokban is mindig plusz munkát csináltam, úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy inkább a munkámmal tűntem ki. Tehát a munkamánia az biztos, hogy jó recept. Családi okok miatt jössz haza, végleges és megmásíthatatlan döntésről beszélhetünk? Hát azért nagy részt már eldöntöttük, hogy szeretnénk máshol focizni, tehát hogy ezt most mondjuk Magyarországon nagy valószínűséggel igen, de hogyha külföldön még lesz egy olyan lehetőség, ami azt, ahogy úgy döntünk a családdal, hogy abban még belevágunk, akkor még az is még szóba jöhet. Tehát még akkor nem zárult be az a kapu, hogy további légiós évek következhetnek? Még nem zárult le. Igazából egy új közeget szeretnék kipróbálni, egy új impulzusokra van most szükségem. Úgyhogy 9 évet eltöltöttem most a Sionnál, most úgy érzem, hogy egy kicsit most váltanom kell. Amennyiben végül is hazatérnél, az a verzió jönne be, akkor mi fog téged befolyásolni a csapatválasztásnál? Ugye a hírek szerint a volt csapataidon kívül MTK és a Felcsút is szívesen látra, nyilvánvalóan sok lehetőséged lesz válogatott játékosként. A szíved és a múltad mennyire fog befolyásolna? Hát azt nem tudom megtagadni, tehát az biztos, hogy azért az befolyásolni fog, tehát azért a szívem azért az mindenképpen befolyásolni fog, úgyhogy ezt a kettőt majd remélem, hogy jól össze fogom tudni, hogy az eszem és a szívem az egy helyre húzzon. Hát ugye tudod, ilyenkor azt szokták mindig nyomozni, hogy hol vesz magának lakást a játékos. Ugye ott van nyilván a szívedhez nagyon közel álló szülővárosod, nevelőegyesületed székhelye, ugye pláne, hogy ismerős tréner is ül a kispadon a válogatottból, nem? Így van. Egervári Sanyival, ugye én már együtt dolgoztam a válogatottban is, úgyhogy ugye én miskolci gyerek vagyok, Miskolcon születtem, de hát ugye Újpesten lettem NB1-es játékos, úgyhogy sok klub van, igen, ami hál' Istennek azt lehet mondani, hogy számításba jöhet. Na igen, ebben nem kérdezgetek tovább, mert nyilvánvalóan még nincsen döntés, de ha nincs, elkerülnek a sérülések, akkor te még hány jó évet adsz magadnak élszinten komolyan futballozva? Én még úgy tervezem, hogy három évet szeretnék mindenképpen magas szinten játszani. Utána van valamilyen pontos jövőképed az egyik legtöbbszörös válogatottként, hogy a foci utáni élet az foci nélküli élet lesz-e? Én mindenképpen a fociba szeretnék maradni, úgyhogy igazából egyetemi végzettségem van, tehát azt is remélem, hogy tudom kamatoztatni, úgyhogy mindenképpen meg szeretném csinálni az edzői a végzettséget is, úgyhogy de remélem, hogy az MLS-ben valamilyen tevékenységben tudok segíteni a magyar labdarúgást. Na de addig még lesz egy Európa-bajnokság, és hogyan látod a saját esélyeidet, reményeidet, és hogyan tekintesz erre az EB lehetőségre játékosként? Hál' Istennek most az utóbbi időben megadatott, hogy azért a klubcsapatban is folyamatos játék lehetőséget kapok, úgyhogy az mindenképpen azért megnöveli az esélyt annak, hogy az Európa-bajnokságra számításra vagyok a kapitány. Természetesen, mint a többi játékos is szeretnék ott lenni, úgyhogy azért az mindenképpen egy óriási dolog. Úgyhogy ez a következő fél év nekem ez most ez egy nagyon nagy célom.
Ha egy kicsit gondolkozol ezen, és látod a keretet, meg látod a fiatalokat is, akkor szélső hátvédnek látod magadat, vagy belső védőnek? Hát azt gondolom, hogy azért nagy erényem azért, hogy minden pozícióban, hátvéd sorban számításba tud venni a kapitány. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy elsődlegesen a válogatottban jobb hátvédként számít rám. Hát én kívánom neked, hogy teljesüljön ez a vágyad, és legyél ott egy Európa-bajnokságon jól szereplő csapatba, a búcsú is alakuljon szépen. Jó tavasz neked, Vili. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.